Hát én szeretek iskolába járni, mert egy nagyon jó közösségnek lehetek a része. Mert megtanulhatok olyan dolgokat, amelyeket eddig nem tudtam. Mert ezzel megalapozom a jövőmet. Mert szeretek tanulni. Mert sok újdonságot tanulhatok. Ezért szeretek iskolába járni, mert ha nagy leszek, én is taníthatok másokat. Mert akkor nem ismertem volna meg azt a sok jó embert, és nem lett volna ennyi sok barát. Mert sok érdekes tantárgyunk van. Mert nagyon jók a tanáraink, és nagyon jól megtanítanak mindent, és itt vannak a barátaim. Azt szeretem ebben az iskolában, hogy családias hangulat. Szeretem az iskolában a barátságos környezetet, a kedves tanárokat és az érdekes tanórákat. Én azért szeretek iskolába járni, mert ott sokat lehet tanulni, és én történelem tanár szeretnénk lenni. És szeretnénk olyan humoros tanár lenni, mint anya a tanító bácsi. Én azért szeretek iskolába járni, mert vala szeretnék kapni a kérdéseimre, mint például miért forog a föld, vagy hogyan működik az emberi test. Mert az anyanyelvemen tanulok, és sok a szórakoztató óra. Mert napköziben gyorsan leírjuk a leckét, megtanulunk, és marad idő játszani és kézműveskedni. Mert jók a tanítónénik, és kedvesek a gyerekek. Mert sok barátom van, sok a sünet. Mert szeretnék megtanulni, olvasni, írni és számolni. Azért szeretek iskolába járni, mert kíváncsi vagyok, hogy jobb-e az iskolát, mint az óvoda. Hogyha majd felnőlünk, akkor is, mert vissza fogunk emlékezni, hogyha sokféle megmarad, hogy milyen jó volt nekünk iskolába. És megtanulunk mindent. Ha nagyon odafigyelünk, akkor sokat nem fogunk tanulni, és szeretem a tanórákat, a tanítónénit is szeretem, és nagyon szeretek tanulni. Azért is szeretem az iskolát, mert én amiben nem szerettem aludni sem ebéd után, és ott délután nem kell aludni az iskolában. Azért, mert az óvodában mi nem vagyunk annyira okosak. És a legjobb, hogy a lányok Cukinak hívnak. Azért jó iskolába járni, mert tetszik az épület belülről. Mert szeretek tanulni. Nagyon szeretek a barátaimmal ott lenni, amit szombaton nem tehetek még legtöbbször. Sokat szoktunk egymásnak segíteni. Azért is szeretem az iskolát, mert sportolunk is. Én kézilabda sportolok. Én azért szeretek az iskolába járni, mert az iskolában sok mindent megtanulhatok. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Tompa Mihály iskola tanulója lehetek. Azt szeretem ebben az iskolában, hogy minden évben megünnepeljük a Halloween-t. Azért szeretem az iskolát, mert az én nekkártárgyal vagyunk. Nagyon finomakat főznek. Mert nagyon szép régi épülete van. Én szeretek szavalni, és nagyon sok szavaló versenyre járok. Én ezért szeretek ebbe az iskolába járni, mert nagyon jó az irodalmi szakkör. Mert így részt vettek egy ilyen igényes versenyen, mint a katedra. Most is éppen a tableton dolgozunk, mivel megyünk egy versenyre, ilyen internetes versenyre, ahol nyereményeket lehet nyerni, és a tableton dolgozunk, mert interneten töltjük ki a kérdéseket. Hát én nagyon imádtam az úszótanfolyamot, jó volt. Én ma nagyon várom a sítanfolyamot. Én imádom a biológiát és járok biológia szakörre is. Szeretem az irodalmat, és minden évben részt veszünk a katedra irodalom versenyen. A szüneteket szeretem a legjobban. És nagyon szeretem a történelemkört is. Azt is szeretem ebben az iskolában, hogy minden évben érdekes tanulmányi kirándulásokra jutunk el. Nagyon szeretem a számítógépeket, és rendszeresen járok számítógépes szakkörökre is. Nekem mindenem a sport és a foci, és szeretem a tanulmányt és járok focizni. Minden évben a 9-eseknek van egy próbabál, amire előkészülnek tánciskolával, és én ezt már nagyon várom, hogy végre sor kerüljön erre a bizonyos próbabálra. Az iskolánk minden évben megrendezi a Tompa napokat, amely keretén belül színes programokat találnak ki a tanárok nekünk.
Az iskolai életből legjobban a szakköröket szeretem. Én például személy szerint a kerámia szakkörét élek halok. Nagyon szeretem, és sok új dolgot megtanulhattam, amit eddig nem tudtam. Azért szeretem ezt az iskolát, mivel képviselhetünk különböző versenyeken, tanárom segítségével. A kézműves szakkör vagy a rend szakkör is nagyon érdekes számomra. Sok versenyen vettünk részt, és rengeteg programmal szolgálnak számunkra. Én sokfajta versenyre járok, például matematika verseny, torna verseny, szavaló verseny és szlovák szavaló versenyre is. Megköszönhetem a legjobbat, hogy focizhatok is, és akkor kimegyünk. Csakkozni meg azért szeretek, mert szoktam többször nyerni, és akkor én örülök ennek. És amit nagyon-nagyon-nagyon várok, az a természetiskola. A természetiskolában remélem sok mindent fogunk csinálni, szórakozni, és hajnalban kelni. A kedvenc időszakom a tompa hét, mert olyankor sok érdekes dolgot csinálunk. Nekem tetszett az úszótanfolyam, és azt szeretem, hogy járunk motiva és színházba. Az iskolában azt szeretem, hogy sok gyerekkel barátkozhatok. Sok lehetőség van szórakozásra, játékra. Kedvencem a tompanapok, sok gyerekkel játszhatok és sok barátot szerzek. Azért szeretem a versenyeket, mert ott meg tudom méretetni magam. Szeretek szavaló versenyre járni. Nagyon boldog vagyok, amikor jó eredményt hozhatok. Sportversenyeken jó helyezéseket tudunk elérni. Nagyon várom a természetiskolát, mert sokat fogunk sportolni, túrázni, és így együtt lehetünk a barátainkkal egész egy hetet. Nagyon szeretem a karácsony, mert jó a hangulat,